Ti kértétek sorozatunkban, jöjjön most Ilona kérése, aki egy hölgynek az elemzését kérte, nem a sajátjait, egy hölgy elemzését kérte, aki 51. május 22-én született, 10 és 11 között. Itt egy kicsit nehézkes, mert hogy például 10.30 az még kígyó óra, viszont 10.40 vagy 10.45 az már ló. De legyen az, hogy mondjuk 10 és 11 között született, és akkor így kígyó lesz az órája, mutatom a képletet. Yin-fém-nyúl évben született, yin-víz-kígyó hónapban, yang-víz-kutya napon és yin-fa-kígyó órában. Azért nagyon érdekes ez a képlet, mert hogy két irányba tud elmenni, attól függően, hogy milyen szinten van az az adott ember, tehát hogy alacsony vagy magas szinten használja a képességeit. Mert hogy magas szinten ez egy rettentően spirituális képlet, amiben valaki nagyon-nagyon jól tud hatni a másikra. Ugye ott van a kutya-nyúl a képletben, és a kutya-nyúl emberek azok mindig nagyon-nagyon jól tudnak hatni a másikra, és jól tudnak akár tömegekre hatni, mert nagyon jól tudnak kommunikálni, tudják, hogy mit kell mondani, és tudnak ilyen jó melegséggel hatásosan beszélni. Tehát ez benne van az adott emberben. Ott van az a két kígyó, ami mutatja a spiritualitást. Mondjuk a kutyában is ott van a spiritualitás. Ott vannak a vízrészek, ami megint csak a spiritualitást mutatja. Viszont, mint ahogy szoktam mondani, a yin-víz is és a yin-fém is bizony tud kegyetlen is lenni. Tehát ez a képlet, ez két irányba tud elmenni. Vagy egy nagyon spirituális, mélyen érző, nagyon nagy hatás, emberekre nagyon nagy hatással lévő, akár vallási vezetőt tudok elképzelni mögötte, mert hogy annyira sok benne a spiritualitás. A másik verzió pedig ennek pont az ellenkezője, inkább valaki kegyetlen, nagyon szigorú és nagyon önző ember tudok elképzelni mögötte, aki csak a saját érdekei miatt próbál meg akár tömegeket mozgatni. Nem tudom, kinek a képlete, de ugye az, hogy most melyik szinten mozog, és hogy melyik érvényesre, az csak akkor derül ki, hogyha beszélek vele. Ha csak magát a képletet látom, akkor azt látom, hogy ebbe a két irányba tud elmenni. Biztos, hogy nagyon okos emberről beszélünk, bármelyik irányba is megy el, biztos, hogy nagyon érzékeny emberről, de ugye sokszor pont, most hülyén fog hangzani, de ugye pont a sorozatgyilkosok azért lesznek sorozatgyilkosok, mert hogy nagyon érzékenyek, és annyira bántották őket mondjuk fiatalkorukban, hogy azt az érzékenységet aztán is sorozatgyilkosságba vetik át. Tehát ebben az emberben is nagyon sok érzékenység van, nagyon-nagyon okos, nagyon óvatos, nagyon jól tud bánni az emberekkel, nagyon jól tudja, hogy mit kell mondani az embereknek, nagyon mindenkivel szót ért, jó humorérzéke van, mindenkivel tud beszélni, és nagyon maximalista, iszonyatosan maximalista. Biztos vagyok benne, hogy mindig nagyon csinosan föl van öltözve, tehát nem egy slendrián módon minden tökéletes rajta, szép a sminkje is, és valószínűleg egyébként egy vonzó emberről beszélünk, tehát hogy nagyon csinosan néz ki. Csak az a kérdés, hogy a sok jó tulajdonságát ezt átfordította egy rosszabb irányba.